Itt a tavasz jó idő van, úgyhogy megkezdtük a Transhungária maraton szakaszainak a bejárását. Az első szakasz Nagymarostól Hollókőig tart, és most megérkeztünk ide Hollókőre, és bemutatjuk, hogy milyen a célterület, és milyen gyönyörű szép kis falu a világörökség része. Hollókő arról híres, hogy itt fantasztikus kenyérlángos sütnek, meg strapacskát, úgyhogy az ide látogató versenyzők, akik a pályát bejárnak, már neki is estek a dézsának. Ez egy jó kis parasztkemence, egy Hollókő. Ebbe előre betüzelnek, és kenyeret vagy lángos sütnek benne. Ilyen komoly frissítőállomás van, gyerekek. Ebbe a tejföl, ebbe van anyag. Ebbe van anyag. Jó, felmentünk a várhoz. És megérkeztünk Hollókő várához. Persze ez a verseny nem így lesz, hogy leülünk itt a pihenőre, hanem innen még egy kilométer le az Ófaluba, és utána pedig itt a cél, az első etap. A polgármester úrnal, hogy ebben segítsen, hogy ezt itt kitisztítjuk, ezt a részt itt, és akkor itt biztonságra le lehet menni, ide meg rakunk ilyen szalmabálákat. Még a víz is ez ide. Meg is nézzünk egy ilyen gyönyörű szép régi palócházat. Ez oda szép a hely. Ezt nézzétek meg, igazi cserépkája van. Gyönyörű szép állat. Ez egy versenyzőnek nem lehet is szebb álma, mint itt aludni egy Transhungária maratonon. Hála Istennek már se lehet bányozni benne, úgyhogy aki cigarettázni akar, az ide kell jönni, de a sportemberek ugye, mint tudjuk, nem dohányoznak. Ez aztán nem semmi, egy fából van kifalva, hogy kiváló fotel, és még ráadásul tök kényelmet. Már éppen ide volt leülni. 14 millió évvel ezelőtt fantasztikus vulkáni kitörés volt, és maradt ez a andezit, úgyhogy ringelés szempontjából tök jó a talaj, jó köves. Gyönyörű szép ez a Hollókő, de így a 100 km végén ez húzós a befutó egy kicsit, de utána meg gyönyörű lesz a kilátás, meg tök jó a kaja, meg a frissítő, meg minden. Azt még valahogy lenyomva ezt a 100 métert. Itt érkezünk be ide a helyi focipályára, ahol föl lesz állítva, itt lesz pont a célkapu, és mellette pedig a nagy sátor, ahol a közönség már izgatottan várja, hogy a versenyzők megérkezzenek. Tudod, ilyen jó a biciklis kesztyűt, meg ennyi? Mi? Ugye?